Jó napot, sziasztok, köszöntelek benneteket, már el is jöttem egy ilyen kis rövid próbaútra, tartsatok velünk, menet közben fogjuk megnézni, meg itt álltóhelyben is egy picit a Ford C-Maxunkat, amit éppen most szereztünk be, és kínálunk nektek már is, hiszen egy nagyon jó kis darab, azért is, mert egy végig ellenőrizhető szervizmúlttal rendelkező jármű, aminek megvan az összes számlája egyszer, az összes javítási számlája, visszamenőlegesen, és az összes vizsgalapja is megvan, ugye ez egy osztrák autó különben, ami itt nálunk van. Egy év műszaki vizsgája van neki, 22.4. hóig, itt van különben az osztrák műszaki vizsga adatlapja, most vizsgázott különben egy-két hónappal ezelőtt, 162.000 kilométerrel, hát a kollégák éppen hogy csak elhozták, nyitva van a hátulja, ezt előbb megnyitottam a kulcsával, megvan mind a kettő, ugye itt a kezemben a másik kulcsa, 163.000 km futású autó. Rögtön kiszállok, átnézzük kívülről, aztán visszagangolunk fel a telepre. A motorja különben ez egy 1.6-os TDC motor, ami egy nagyon jó kis megbízható motor, és nagyon alacsony fogyasztású, annak ellenére, hogy egy ilyen óriási nagy családi autót nézegetünk, ami sötét szürke metál, ráadásul jó gumik vannak rajta. Kötfényszórós a jármű, eredeti a szélvédője, azt megnéztem, és a lámpateste is rendben vannak, világítanak elő mind a kettő. Nyissuk ki az elejét, ugye a Fordokat így kell kinyitnunk, hogy bedugjuk, ott is mutatja, hogy egyet balra, egyet jobbra, azt mondja, hogy egyet így, aztán egyet pedig így. Visszahajtjuk szépen a helyére a Fordjelet, eltesszük a kulcsot. Itt van a TDC motorunk, csendesen, normálisan, egyenletesen jár, könnyen indult, és rendesen dolgozik. Itt van a nem olyan régen történt olajcseré, 151.000 kilométernél tavaly, megmérték a fagyállót is, és azt mondták a gazdájának, hogy a következő leg 166.000-nél jöjjön majd 2021-ben. Ezt látjátok itt is. Tehát ennek megvan a nyoma, egyszer ott és egyszer pedig a számlán, amit ugye bent a jobb egyesüléssel fogunk tartani, és amikor eljön valaki, akkor nyugodtan megnézegeti és átvizsgálgathatja. EcoSport az oldalán, van egy ilyen kis hőmérő, ezzel meg tudjuk mérni a külső hőmérsékletet, mutatja rögtön, hogy 35 fok van itt benn. Ezt azért hoztam magammal, hogy megnézegessük majd akkor a klímát is, hogy leellenőrizzük, hogy milyen hőfokon dolgozik. Itt van egy kis hizi-húzi rajta, egy kis parkolási sérülés, úgyhogy nem tökéletes, 100%-os a kasznia, van egy kis kickarc rajta sajnos. Ettől függetlenül legyen egy kis ellensúly, itt egy óriási csomagtér van előttünk, ami variálható, azaz összecsukható a egyesével. Mindegyik ülés lefektethető, egyszer a háttámla, és egyszer pedig fölnyitható konkrétan az egész ülés, aztán utána kivehető is, és ezt mind külön-külön tudjuk megtenni. Tehát utazhatunk benne 5-en, 4-en, 3-an, 2-en, sőt, egyedül is, ha akarunk, vagy ha nincs partnerünk, ugye. Megvan a pótkereke, ez egy eredeti gyári pótkerék, amit felszerelhetünk, hogyha esetleg szükséges. De én úgy láttam, ez nem volt még felszerelve, rendkívül szerencsés gazdája volt eddig. 12 volt, és világítás hátul. Most be fogom csukni rendesen, mert nem csuktam be. Sötét itt, és hátul sötétebb ugye az üveg, mint látjuk, itt már világosabb. Be nem látunk, ám de kifelé, tökéletesen. Föl is húzzuk az ablakot, így né, Feri Peti és Concerto az egyesen van, igen, velünk jöttek a próbakörre, itt azt gondolom, hogy három ember szépen normálisan elfér egymás mellett, ketten nyugodtan el tudnak itt kávézgatni, és a középső utasnak meg akár oda teheti a kis üdítőjét menet közbenre. Tehát mutatok néhány mozdulatot, ezt felhajtjuk. Kell hozzá még egy kéz, előbb se sikerült, egy kézzel lehajlik egyszer így, aztán ezt megfogjuk, nem látjátok, de én látom, vagy érzem, ez ide felhajlik, és onnantól kezdve azt a kis piros kis kallantyút eltoljuk, és ki lehet venni ennél fogva, és be lehet tenni a garázsunkba. Vízszintes felület keletkezik ide, tehát szó szerint be lehet ide tolni egy gyerekkocsit, vagy nem tudom, bármit, egy ágyat végül is. Amit szeretnétek. Van benne elől oldalt és függön légzsák, tehát a légzsákjelzés ott, és a légzsákjelzés itt fönt.
normális szép ülése van neki, állítható magasságú, könyöktámasszal. Na és akkor beszálltam, itt azért mégiscsak sokkal jobb, kín 36-ot mutat most már a hőmérő. Mocia szépen jár, veszi a fordulatot, le is fogom mindjárt állítani, és újra fogjuk indítani. Nézzük meg az ablakokat, egy ablak, két ablak. Ez működik benne, nézzük a tükröket, egy tükör, két tükör, ő is megy benne. Innen is lehet tolnunk a rádiót. Hát nem fogtok vele 220-szal menni, bár ki van órázva 220-szal, remélem soha senki nem fogja megpróbálni, hogy üveghangon mit bír egy ilyen autó, de egyik se különben nem arra való, hanem arra, hogy szépen eljussunk A pontból a B pontba, kényelmesen, nyugodtan, biztonságosan, kevés üzemanyaggal. Ezt viszont ő tudja nagyon jól, hogy így fog történni, vagy én tudom, hogy így fog történni. 163.208 km van benne. Lehet, hogy néha tévedek, mert már meg vagyok vakulva, tehát nem láttam mindig ezeket az apró számokat. Tehát jár a mocink, itt van a bordkompjúter, innen lehet keresgélni adatokat, például most 147 km tudunk elmenni azzal a kis üzemanyaggal, amit ott láttok benne, éppen, hogy mindjárt befordulunk a pirosba, be van húzva a kézifékünk, ezt is látjuk, tényleg úgy is van. Ötös a kéziváltója, egy szép, én azt gondolom, hogy karcmentes ez a, nem gondolom, hanem látom, hogy ez karcmentes ez a felület, a kormánya is szép, ugye ez egy bőrkormány, és ezek a kis díszítő elemek sincsenek szétkaristolva rajta. CD rádió, ugye, meg sima rádió, ezt hallottuk, láttuk, szépen is tisztán szól. Van szemüvegtartó, ez mindenképpen jól jöhet. Valakinek, aki menet közben a piros lámpánál akarja megnézni, hogy mennyire szépen sminkelte ki magát, vagy esetleg az utasotok. Aztán a legfontosabb az, hogy velem van koncertó, nem igaz, nem ez a fontos, hanem az, hogy itt van mellettem a szerviz háttere az autónak, és itt van velem ugye a komplet paksamétája. Tehát akkor szerintem menjünk visszafelé. Itt egy AUX csatlakozó. Megnézhetjük még a klímát, ezt mondtam, hogy nézzük meg. Ide bemérünk egyet, belövünk egy ilyen kis érzékelővel. 3,9-et mutat. Meg 4-et. Meg mínuszba is fordul, hogyha jól irányítom ezt a kis kütyüt. Na, tehát tudjuk, hogy működik benne minden. És újraindítjuk gyorsba, aztán megyünk is visszafelé, megnézzük, hogy hogy indul az autó. Azt mondja, hogy van itt ABS, meg légzsák, meg mindenféle kis színes lámpák, amik el is alszanak ugye egy ilyen rövid indítás után, kulcs elfordítás után. Ja, hogy a kéziféket engedjem ki. És akkor vissza fogunk szépen csorogni, nem sietünk. Na, jön egy Otto. Amúgy van benne nyomaték, tehát ha ráléptek, akkor meglódul ő. Szépen húz, csendesen megy. És nagyon jó, intenzív a féke. Sőt, kapaszkodni kell itt, főleg az utasoknak, hogyha nagyon beletapostok, mert nagyon komolyan fog a fék. Próbálok majd egy ilyen kis kormányelengetős féket csinálni most. Azt mondja, hogy kössem be magam. Elengedtem mindent. Íme megálltunk. És akkor be is kötöm magam. Ezt is kipróbáltuk, hogyha nem kötöm be magam, akkor ez pittyeg. Tehát akkor reményünk közlekedjünk rendesen, ahogy elő van írva, és akkor mehetünk visszafelé. Könnyű a kuplungja. Finom a váltó, nem akad, finoman, könnyedén egyik sebességből a másikba lehet rakosgatni a sebességeket. Ott az ötödik, és így csendesen csorgunk visszafelé, 1100-as fordulaton, 60-as tempóba, ezért fogyaszt keveset egy dízelautó. Alacsony fordulaton tudja azt a nyomatékot biztosítani, hogy haladjunk normális, finom módon, kevés üzemanyaggal. Hát egy ilyen 100-as tempóra valaki rááll, én simán benne vagyok abban, hogy ez 5 alá is lemehet. Tehát olyan alacsony fordulatszámon adja le a teljesítményt, hogy nagyon jó kis fogyasztási mutatói lehetnek. Közel, mint látjátok, a hátrafelé menetet teszteljük, beállunk ide a kereskedésbe, az M3 autóparkba,
ide szépen betároljuk az insignia mellé, ide jöhettek átnézegetni a kocsit, így né, meg is érkeztünk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk máskor is, nézegessétek meg a videóinkat, köszönjük, hogyha nyomtok egy ilyen jelet a videónk végére, iratkozzatok fel a csatornánkra is, ne hagyjátok ki ezt a fordot, a viszontlátásra!